Az Árpád-Fejedelem Általános Iskolában már 2 évtizedes múltja van az angol nyelvi vers és prózamondó verseinek. A korábbi igazgató által életre hívott területi vetélkedőn idén 7 település, 52 diákja 7 kategóriában mérte összetudását. A területi angol vers és prózamondó versenynek minden évben nagyon illusztris zsűrije van, hiszen az amerikai követségről érkeznek hozzánk diplomaták, munkatársak, akik helyet foglalnak a zsűriben és értékelik a gyerekek produkcióit. Az idei tanévben 7 település, 52 diákja méri össze a tudását 7 kategóriában. Az a tapasztalat, hogy ez a verseny nagy népszerűségnek örvend, nagyon szeretik a gyerekek, a felkészítő tanárok, és ugye említetted, hogy még javában zajlik most a verseny, én abba bízom, hogy minden produkció úgy sikerül, ahogy a gyermekek szeretnék, hogy a felkészítő tanárok elvárják, és nagyon bízom abban is, hogy a versenyt követően nagy megelégedéssel mennek majd haza tőlünk a diákok, illetve a tanárok. A nyelvnek és a tanulása nagyon fontos abból a szempontból, hogy a világban majd érvényesülni tudjanak a gyerekek, és azt, hogy melyik gyerek milyen eredményeket ér el például az angol nyelv területén, nagyban befolyásolja nem csak az, hogy a tanár milyen munkát végez vele, hanem a családi háttér is nagyon sokat számít. Az igazgatótól azt is megtudtuk, hogy már az első osztálytól tanítják az angol nyelvet az Árpád-Fejedelem Általános Iskolában. Minden idegen nyelvnek az oktatását a köznevelési törvény 4. év folyamtól írja elő. Mi szerettünk volna egy kicsit eljébe menni a dolgoknak, és arra az elhatározásra jutottunk már hosszú évekkel ezelőtt, hogy nem baj az, hogyha a gyermekek az idegen nyelvvel már első osztálytól kezdenek megismerkedni. Tehát nálunk is első osztálytól óratervi órák között heti 1 órában elkezdik az ismerkedést az angol nyelvvel a diákok. Majd, ahogy haladunk előre az évfolyamokkal, emelkedik az órasszám, és természetesen sor kerül majd a csoportbontásra is. Hogy milyen eredménnyel tanulnak a diákok, én azt gondolom, elsősorban nem az adott érdemény a fontos, természetesen ez is lényeges, hanem az a fontos, és abban látjuk a kollégákkal a problémát, és erre próbálnak egyébként ők is rávilágítani, és olyan módszereket, eszközöket használnak a tanítás során, ami azt segíti elő, hogy a gyerekek merjenek kommunikálni, hogy merjenek megszólalni. Én azt gondolom, hogy ezen a területen van lemaradása a magyar nyelvoktatásnak, de azt gondolom, hogy nagyon jó úton haladunk, hogyha ezt továbbra is így folytatjuk, és hogy milyen eredménnyel arról a nagyszerű hírről tudok beszámolni, hogy Dócs Balázs 8. Z-osztályos tanuló középfokú C-típusú nyelvvizsgát szerzett angolból, akire nagyon büszkék vagyunk. A kelet-európai országok között a mi nyelvoktatásunk az élmezőnybe tartozik. Van mit pótolni egyébként a nyugat-európai országokhoz képest, de én azt gondolom, ha azon az úton vagyunk, hogy az az elsődleges cél, hogy gyerek tudjon beszélni, merjen megszólalni, merjen kommunikálni, határ a csillagoség. Can Nesbitt, my dog lives on the sofa. My dog lives on the sofa. That's where he wants to be. He likes to sit there night and day and watch what's on TV. He serves the channels constantly by chewing the remote. Then watches what he wants to watch. I never get a vote. He's fond of friends with animals. He takes in nature shows. We love our cat cartoons, come on. He always watches those. He loves the pet commercials too and anything with food. Whenever there's tennis match, he now comes unglued. I got him from the dog pond, he didn't cost a cent. I asked them for a watchdog, but this isn't what I meant. Vers és próza műfajban is jól teljesítettek az üllői diákok, tudásukat pedig az angolajkú zsűri is jóra értékelte.